Felolvasó maratonnal ünneplik a román és a magyar kultúra napját Marosvásárhelyen. A Studium Prospero alapítványa mellett rendezvénysorozaton mutatja be a zsidó, a szász, az örmény és a roma örökséget. Tavaly két nap 12-12 órán át olvastak fel román és magyar szerzők műveiből az Olvas fel Marosvásárhelyért felolvasó maratonon. Az irodalom kedvelőit idén is várják a január 15-i román kultúra, illetve a január 22-i magyar kultúra napja alkalmából szervezett felolvasásokra. A maratont 7 éve szervezték meg először, azóta is nagy sikernek örvend. 2012-ben kezdtük el az Olvas fel Marosvásárhelyért 24 órás felolvasó maratonnal, nagy sikernek örvendett, azótától márka név védelmet is szereztünk az Olvas fel Marosvásárhelyért Csitestele-Tör Gumuresen Ilornak. Ezt követően kiegészült a rendezvény azzal, hogy rájöttünk, hogy 15-én román kultúra nap van, és ott is 24 órás felolvasó maraton szerveztünk. A szervező Studium Prospero alapítvány partnereivel közösen tavaly úgy döntött, hogy a kultúra hetévé bővíti ki a felolvasó maratont. A magyar és a román mellett a városban élő más nemzetiségek, a szász, az izraelita, az örmény és a roma nemzetiségek kultúrái is szerepet kapnak a rendezvény sorozat keretében. Kitaláltuk, hogy foglalkozzunk most januárban a már két adott rendezvény apropóján ezekkel a kultúrákkal is. Sikerült ehhez partnereket találni, meghívottak az előadókat, szakembereket, és így kialakult egy szép kerek egyhetes rendezvénysorozat, amikor előadásokat hallgathatunk, és kiállítást is szervezünk. A január 15-e és 22-e között zajló kultúra hete alkalmából 4 tematikus rendezvényre, valamint konyakkóstolóra várják az érdeklődőket. Az események magyar, illetve román nyelven zajlanak majd.